Azt szeretnénk, hogy a Hargita megyei szálláshelyek legyenek elfoglalva, munkahelyek teremtődnek ezáltal, illetve azok a beszállítók, akik helyi terméket állítanak elő, azok számára egy értékesítési felület lehet, magasabb jövedelem forrása. Arra számítunk, hogy lévén ez országos szinten egy egyedülálló kezdeményezés, az, hogy egy teljes megye figyel a családokra, hogy egy új réteget célzunk meg, és sikerül bepozicionálnunk a megyét országos és nemzetközi viszonylatban is, akár egy családbarát helyé. A szakemberek azt mondják, hogy a következő időszakban először a belföldi turizmus fog elindulni, ezért döntöttünk úgy, hogy Rezván Pászkó turisztikai influencert kérjük meg, és több belföldi bloggert és újságírót hozott el, és a mi kérésünkre Hargita megyében 3 napot töltenek el, és habár csak egy részt tudunk megmutatni abból a kínálati csomagból, ami nekünk van és amivel rendelkezünk, mi arra számítunk, hogy igen, ennek egy pozitív hatása lesz a belföldi központi médiában, és azt látjuk, hogy az elmúlt másfél nap Instagram bejegyzései, Facebook bejegyzései már millió fölötti látogatottságot hoztak, és ez egy jó dolog. Azt, hogy az a közel 1000 szálláshely, amely Hargita megyében felvállalta a családbarát szolgáltatás blendet, azok számára ez a mai nap egy lehetőség legyen. Bízom benne, hogy Bíró Barna Botond alelnök úr által vezetett egyesület, kollégám által vezetett egyesület teszi a dolgát, és egyre több vendéglátásban érdekelt dolgozó számára a számítás be fog jönni. Mi nem adjuk fel, a megyei tanács részéről ebben beruházunk, fejlesztünk, és az elkövetkező 4 évben is kiemelt tevékenység lesz az, hogy az értékeink mentén, az itteni lehetőségeink mentén minél több embert tudjunk fogadni, és növeljük fel a 3,8%-ról 10% fölé a megye gazdasági bevételét a vendéglátásból, hisz van, amire alapozni, van, amit továbbfejleszteni.